Színes, elgondolkodtató és érzelmes. Talán ezek a jellemzők arra a tárlatra, amely a Sárospataki Művelődés Háza galériájában látható az ünnepi időszakban. Ruzic Csilla az egyedüllét, együttlét kettőségét próbálja meg megjeleníteni a festményeiben. E köré próbáltam válogatni a képeket, mert ez egyébként is foglalkoztat. Az a szemlélődés, a társaságban levés, az együttműködés, és az egésznek a kívülről figyelése. Látszik a képekben, hogy van ez a fajta, tehát vannak ezek a csendesebb, absztraktabb képek, ahol nincs ott, tehát hogy csak a szemlélő nem látszik, tehát azt látszik, amit szemlél, és vannak ezek a kicsit mozgalmasabb, és megjelennek időnként a szereplők is ebben a világban. A festőművész kiállítását most azonban azt tette még egyedivé, hogy nem csak képei kaptak itt helyet, hanem azok a pataki kerámiák is, amelyeknek új szín és formavilága most van születendőben, hiszen maga a festőművész is most ismerkedik nemes anyag sajátosságaival. Papíron is próbálkoztam először, de az a helyzet, hogy meg kell ismerni az anyagot, hogy hogyan működik, mert teljesen más, hogy működik, mint hogy én papíron leteszek dolgokat. Tehát, hogy egy porózus felületre kell dolgozni. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy én megfestek egy képet, hanem kell tudni, hogy hogyan fog viselkedni a kezemben. És különböző ilyen módszereket próbáltam ki, belekarcolni, meg szivacssal, meg különböző szivacsokkal, meg rányomdázni, mindenfélekkel kísérleteztem, és a végére alakult ki. A művészekkel való dolgozás az a múlt és a jövő. Régebben is vannak hagyományai annak, hogy dolgoztunk művészekkel. Egy véletlen találkozás volt a Ruzic Csillával, grafikai munkában való találkozás, ami aztán kiteljesedett kerámia készítésében. A kerámiák festésében nem csak az anyag minősége volt kihívás, hanem az is, hogy gyermekeknek készült. Eszerint kellett annak színvilágát és témáját megjeleníteni. A kiállítás december 31-ig tekinthető meg.